Hol van az én kislányom? Miről beszél? Tudom, hogy bementem a klubba. Egy hete a kislányom. Egy. Ha velem beszél, forduljon meg. Kettő. Azt tudom, miről beszél? Én másik szervezet vagyok. Én nem az a strici vagyok. Én nem Jizzy vagyok. Ez egy új strici klub. A kislányomat akarom azonnal. De takarodjon hozzafele. A karácsonyi pánál is váltok a kislányomat. Ajándékot is tettünk oda. Mindent megvettünk neki a Hanna Montanás posztert is. Takarodjon innen. Na. Éljönnek évadjáig, itt a hülyeségekkel szórakoznak. Vagy szórakoztatnak engemet. Gate and Order of Sale, ez pedig Gate a Sanders végigjátszása következő része. Vendégszereplőm is van. Pöcsi. Hát mutatkozz be. Jó, ennyi volt a bemutatkozás. Ahogy megmondtam, sziszi leszek ebbe a küldetésbe, úgyhogy indítsuk is kettes, hoppá, és még meg is hidrolikázott. Van egy kurva hát a közelben, hú de jó nekem. A rendőrségnél van, hát persze, hogy a rendőrségnél van. Ez semmilyen szentimentalitás, a rendőrségnél van természetesen. Meg kell ezt a propagandát, ezt a diktatórikus rendszert nekem szüntetnem. Nem Jiznek kell lenni a legnagyobb stricinek a városba. Na. Mert tudjátok, egy városban csak egy fekete strici lehet. Júj! Hát Jizzy nem akar Michael Jackson lenni, én se, úgyhogy valamelyikünknek távozni kell. Na. Jó. Na, milyen kurva, kíváncsi, hú, de kíváncsi, hogy Kendall, te vagy az? Nem. Na. Dr. Suzy. Na. Jaj, menjünk a reptérre. Ez igen, beletűzköl a kezembe a macska. Ez úgy takarodsz innen, most repülsz. Mint a Kordgyőgy zenébe. Reptér, ne. Na jó van. Na és akkor mi van, hogy van? Tetszik a kocsi, ilyen kocsira Jizzynek nincsen. Nem tudom, miről beszélt az ember ott a háttérben, engem leszarom. Milyen kislánya, azt tudom, Hanna Montana, és most hun élünk. Hun, Magyarország. De Ray nem vesz Tatiből. Na azt akkor, mi történt veled az éjszaka folyamán? Volt kuncsoft. Az a lényeg, mert tudod, pénz beszél, CG ugat. Jaj. Looking for a mystery. Anyádat! Nem én voltam. Jézus Mária. Azért szerettem mindig ezeket a strikis küldetéseket, mert így közelebbről, otthonosabbá, majd hogy mondjam már. Na, biztonsági őrnek kávészülete van. Így mondom, na, mit mondok? Jobban beazonosultam CJ családjával, ugye. CJ édesanyja, ugye csak nem számfiáról lesz, hogy tudod, be Kendall. Jó lehet azonosulni a többiekkel, ugye Pötyi? Jó, te nem vagy kúrva. Remélem. A macskáknak is lehet. Na mennyi a tarifon Pötyikén? Nem, elég volt a hülyeségből. De én már, na azt tudom merre kell menni? Egy. Ó, 20 kilométer. Na ez megfizeted? Drága kis egyetlen. Kurvácska. Looking for a mystery? Aki így a fő küldetéseket szerette volna látni, nagyon jó, most meg a macska a nyakamon van. Így lehet aztán... De... Mikrofon, hagyjad ma... Megsikorod a mikrofon, meghalsz! De elnézést. Inkább leütöm a macskát, leütöttem. Wasted. Komolyan mondom, karnával a mikrofon csigargatta. Azt kéne tönkre, ugye tejet tönkre vazni. Na, vége a vendégszerző karriernek. Jó, atyám. Mondom, miért van 90 fokban az a mikrofon? Hát elég hosszú küldetésünk nézünk elé. Azt akartam mondani megint, csak belezavart az a macska. Aki fő küldetésre vágyik, az most nem tehetem. Hiszen mellékküldetés kell csinálnom. Hú, na nagyon ronda. De mi? Hú, Jézus Mária, Cicciolina. Hova kell menni? Santa Flora, az 20 kiló. Az a kórház, nem? Igen. Profi vagyok. Bánj jól velem. Hát nézzél meg magadra, azt utálaszoljál el már ilyen dolgokat, hogy bánj jól velem. Na. Mit akartam mondani? Már megint elfelejtettem. Elég volt már ebbe a zenéből, komolyan viccen kívül. Becsülöm, tisztelem a Rockstar Games-t.
2014. december 29-e van hétfő, de lehet 28-e hétfő, de inkább 29-e hétfő. Múlt hétre ígérték a G5 PC-s gépigény bejelentését, és sehol semmi. Köszönöm szépen, erre vártam egész múlt héten. Nem volt nagy csalódás, de ezt a Rockstar megteheti. Ennyi erővel szerintem megteheti azt, hogy Core 7-es processzort kér 2 gigás videókártyával, meg 6 gigát minimumnak, mert Rockstar News megtehetik. Na, vissza a Szerdrászhoz, mert ugye ott vagyunk. Na, öngyilkos rendőr, mi van? Kevés volt a funk. Na, az igen, ez megy, itt a kórház parkolójában kurvás gondni, ez megy, mert szólok anyának. Na, ha ismerném is, egy a garázsomban volt. Na, hova kell mennem? Kendőhöz, ja nem. Akkor reptére, nagyon jó, 20 km. Na ezért van a nitro, itt egy kis nitro palacik, az megteszi a hatását. Jó, rossz elementem megint, majdnem neki mondtam, hogy postaállának. És ez senkinek se lett volna jó, mert szegény postások munkanélkül lettek volna, utána ők is elmentek volna Himringónak, ez nem lett volna jó senkinek, csak nekem. Szegény édesanyánk forog a sírjában, meglássa most a égből, most nem tudok oda menni, hogy szegény, hogy kisfiam miket csinál. Na hát még be is száll ebbe a kocsiba. CJ-kám, nem tudom, hogy kémkám. Vigyél már el valami gazdag hotelba, te anya. Nem csináltad meg még a húslevest karácsonyra. Vigyél már abba a hotelba. Na. Ez, fordítsátok le. Anyárat. Áh, hogy néz ki a kocsim, hé? De mi járát kis kurraim mondok amúgy, és viccen kívül, losszát azban sokkal szebbek vannak, már hogy kategorizálnám kéne őket. Ezt a, amúgy is azt a sisztizős követés Lasso Drossba kerül megcsinálni, hiszen akkor, hát tudjátok, családban maradtunk volna. Áh, nem, minden, most így csinálom, mert itt van az a nagy Jesus cici. Na. Elvileg néztem YouTube, nem elvileg, mert néztem is. YouTube videókon olyan 20 percet megcsináltak ezt a küldetés részleget, sorozatot. De nem tudom, hogy nekem most mennyi idő lesz, nem ilyen lassú léptekben haladt a illető. Annyira nem is néztem, hogy na, mindegy. Jaj, most ezt a romantikus kendőzenét, úgy mondom, kendőzenét berakom, nagyon jó. Na, mennyi lesz a fuvar? Vagy izé, mennyi lesz a pénz? Remélem sok, $1000 kérek, 1000. Na? Városháza? Aha. Az önkormányzat is akar egy kis húst. $300. Egy kurva dölt el bennem. De egy világ dölt el bennem. Jó, akkor gyerünk. Nem csak a kurváké, a világ. Nem beszélek így Julian, mert nekik is megvan a nevük. Mik ezek? Örömlányok. Hogy mi? De hát ez olyan hosszú mondat, hát nem is nyilván cool hosszú. Nem, izé, mondjon már mik ezek. Happy Girls-ok, mindenkit boldoggá tesztek. Happy Girls. Na. Szereted a KDST-t? Nem azt ad, a KDST-t. Jaj. IQ kereszt, Nuku kérdőjel. Na. Morag Bastalo PlayStation. Mit kalinjál ez az, mi van? Túl sok volt, izé, karácsi, ital, mi? A jóisten. Igaz, már szilveszterre haladunk, de ez 2014-ben lesz feltéve. Tuti, ezt még ma fel szeretném tenni hétfőn. Ez igen, ez meg egy kis figa volt. Most úgy látszik, a macska meg van haragudva, rád leszelek. Na, itt vagyunk a város! Bazd meg! Nu! Na, kanyarodj vissza! Faszomba! Elnézést! A reszkes... Majd most megint lehet előről csinálni, nem igaz? Már egy 10 perc biztos elment, hogy 5. Nagy nyádat! Úgy utálom, mikor ezt csinálják! Na még fülküldetés lenne! Reszkes lowrider, ez szar! Okádé, fos! Na, hogy néz ki ez a kocsi? Döö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 
Igen. Jó. Elnézést, hogy jól azért, tényleg. Ki kell belőle a kúr. Na megint tudok elmenni, nem? Még azt basztam, elnézést megint. Ugyanaz a kúrról lenne ott. De ugyanoda kéne vinni. Nem állhagy, srácok. Hogy néz ki? Már megint az. Ne szórakozzunk már. Hello. Reptér? Jaj, a misszionári hegy. Azt misszionáros pózban leszel? Franco Verda. Nem Franco! Ó, gyerekek. Merre kell menni? Ó, 20 kilométer. Ez igen, laggoljál még, mert szétverlek. 28 FPS. Meg is törték a kocsiot, köszönöm. Elnézzétek, mennyire aggol a játék. Na mindegy. Miért együnk be a történet? De hát mondjuk nem egy nagy izé, ez nem egy nagy Móra Ferenc, még a Móra Ferenc se tudná ebből regétsen, ebből a küldetésből. Mert csak, hát, a hivatásukat végzik ezek a szegény csóró, csúnya lányok. Én meg nem akarom, én mindig jó tétlevő ember voltam, én nem akarom elvenni örömüket, de nézzétek már 15 FPS. Fel fog mérgelni ez a játék, tudom, már felmérget. Már megtört a kocsit, de miért tört meg? Hú, egy utolsó szar. Úgy jut a lovridereket, már nem azért jó néznek ki, mert minden, amikor ugrajtanak első osztályról, de amúgy nagyon könnyen borulnak, mert minden szar, nagyon utálom őket. Esetleg a Voodoo-t még szeretem. De ez is hogy néz ki ez a kocsi? Teknős. És megint lehet csinálni ezt a nyomorék szar, Isten verte. Kérdőjel, Nuku, Subfiero, Morel, Bactero PlayStation küldetést. Na, már megint ide kell menni. Jó, csak most nem azzal a gulával. Most hova kell menni? Reptérre? Vagy mi? Arra van? Pont... Aj, de ez... Majdnem. Közben van, bolhát is elkaptam. Jó van, nyugalom. John Zombier. Na nem azért, de el tudtok képzelni olyat, hogy lássátok egy öltönyös pasas BMX-el hajnal 4-kor itt a dombokon tekel. Ki ő? Egy újabb csoda? Egy újabb betleheni angyal? Ki ő? Kolyan ilyen vesélybesítse. Na mindegy, haladjunk. Jaj, virág. Csak rózsaszín virág van mindenhol? Nincsen izé pipacs, hogy mit tudja én, tulipán vagy valami? Csak ezt a rózsaszín virágot, nincs is rózsaszín virág. Jó, hát van. Na. Jó felemények egyáltalán? Ki az? Ki az a hős? Egy új Superman tisztelhetünk személyébe? De jó. Az igen, hogy néz ki ez a kocsi? Jézus, még... Simeon a G5-be még azt sem venné meg. Az a autókereskedő. Az mit tudszik? Simeon! Franklin, my boy! What's up, Simeon? Franklin! Jó, elég volt. Már régen? De várom már G5-t. Husszod is. Na mindegy, mit csinál? Jó? Boldog karácsony. Remélem jó koszt lesz a kórházba. Nézzétek már, amúgy a saját hülyeségemből borultunk fel előbb is. Na nem mindegy. Na már megint ugyanaz. Kurva csúnygalán. Merre kell mennünk? Városház. Ki gondolta volna? Itt most számolták össze a összköltséget, a város összköltséget, most kurvára is hússa a pénzt. Nem mondom meg, hogy néz ki az a szikla, de itt újtól le kell fényképezni valamit. Dick. Ez orrakozunk már, Dick. Na, itt van a Superman hátulról, vigyázzál. Mi van a szájában ennek? Jézus Mária, még olyan cigaretta, ami piros. Az már nem, az a Little Jacob adta. Igaz már, még szerintem olyan Little Jacob, olyan 8 éves
92, vagy nem tudom, de ő adta. Hogy néz ki ez már ez a kocsi? Ha? Még egy fúval tettem le, de... Fú, hosszú küldetés. Hosszú ez oda. Már megint laggol. Elnézzétek, 20 FPS. Nem értem én ezt a gépet, meg a játékot se. Azt hittem, hogy előbb az volt a baja, hogy ugye kevés volt a Winchester, most van hely. Igaz, most letöltök egy-két dolgot, de ez épp. Hogy különböző városrészeken laggol be, vagy most meg 70 FPS, vagy most megint 30, de szórakozzunk már egymásra, mert komolyan mindjárt izé. Hány pirosban sijálkodik? Úgy utálom ezeket a retkes Zabbiero utcákat, haha, össze, kanyarik. Nézzétek már, így lehet aztán hosszú utakat csinálni 2 méteres körzetbe. Na, hogy szépen lemegyünk, akkor hogy ne boruljunk fel. Itt borultunk valahol fel, már én sem, nem is emlékszem. Na. Polgármester úr, good morning. Meghoztam az ajándékát. Hát. Megvan magának is a ízlésed. Nem egyezik a enyémbe. Na, kurvád végül. De azt mondjuk, hogy legyen happy girl, azt, hogy örömlány. De hát a játék is úgy érzi, kurva. Hát akkor miről beszélünk? Ez se fú. Oh, everybody, júj! Hát ne szórakozzunk már egymáson! Most olyan nagy keménye, még golfütője van, az igen! Honnan loptad? Na, hogy golfklubba nem engednem téged, az biztos! Zajos! Engem... megpecsételték a sorsomat. Szerintem az a ember a... Lányos ember csinált ezt egész dolgot, hogy ne tudjon megcsinálni ezt a küldetést. Nézzétek már 20 FPS. Na. Azt hittem, hogy egy szöveg állítom, de kiderül, hogy kurva. Palisz, ez mi? Nem ott lakik Katie? Na. Jó, 300 dollár, ne kiszúlják a szememet 300 dollárral. Nézzük már, merre kell menni. Hát beszor. Jó, akkor forduljunk vissza. Nehogy nekem gyere. Hát, még a csomagtartót is tökrözöttem. Csukd már be azt a retkes ajtót. Anyádot! Nézed, kurva, ott van a háttérben a parlament, ott a parlament! Na, olyan idős, hogy gyerekek már szanaksz belém, rám félnek. Hát nézzétek már, most vessetem le a kocsimat, de nem ilyen színű lesz, hanem ilyen retkes, ki tudja fehér, hogy valami. Akkor sem festem, mert ilyen kocsim lesz. Ha felrobban. Igen, melyik itt a izé, a bicikli úton, ott kell. Ez már, nem menjünk ide, ez már Gizdi területe. Júj! Megtámad minket a kolera! Na megint ez? Na, még stresszizési szint. Az nagyon jó, az többet ér, mint a állóképességi szint, mint a max életedő. És megint menjünk vissza, már Aston Hall raktam közt a húrra. Ja, hát a városházánál. Az közel van. Na. Ja, Istenem! Júj! Kislányom, te vagy az, de te vagy ön kislányom, nézzem már, 40-es nő, hagyjam már béké! Na, uramatyám, kik járnak ebbe a városba? Juniper dom. Uramatyám, milyen nevek vannak itt a szemfiáról? Juniper. Miért nem Jupiter, vagy Lucifer? 600 dollár, bazdmeg. Na, bocsánat, kívánok, de többe került egész kocsi, mint volt, vagy 4000 dollár, vagy 5000 egész költség a kocsinak, hát nem hozzátok az árát, hát. Kell a pénz, na. Tudod, hogy garázsmutatunk, meg minden, meg kurván. Kell a pénz, garázsmutatunk, ott van Kedül is, ott van Sweet, izé, azt tudjuk, hogy itt, izé, Vietnámban van egy börtönben, hogy mit tudjam én, hát kell a pénz. Na, megint laggó.
Na, ez az én stricim. Mi van, segítség? Ó, azt hiszi, hogy megfertőzt. Hát nem nagyon tévedett. Nem nagyon tévedett a megfertőzés. A szifiliszt hordozzátok, hát. Legalább becsülöm tisztább Jizzit azzal, hogy őnek ilyen... Hogy mondják, ilyen... Le vannak higiéniásítva kurvái. Domestosos kurvái vannak. Nekik meg ilyen izé, lehetkisek. Na, ebben becsülöm tisztán. Azért kell oda a klubba menni. Én is oda mennék a kurva lennünk. Ha meg a 92-ben éltem volna. Jaj, de kemény vagy. Hú, most nagyon félünk. Ez igen, én is csak a kurvát ütöm. Az igen. Na, ennyi volt. Hol a pénz? Még nem is jobb pénze. Üzletember, úriember. Na, szállj benne. Ezt úgy utálom. Mikor úgy tudom, ha nem adnak pénzt, akkor olyan, mintha nem is csináltunk volna semmit. Hány perces lesz a rész? Ne, mégis, jó van. Jó, akkor adott pénzt, csak még egy kis szifiliszt akart. Merre kell menni? Ó, jaj, az már tényleg Jizzi környéke, gyerekek. Na, kössük fel a bugyit. Halljátok, egy kis nagyon gubancon itt össze-vissza. Na! Na. Vissza. Kurvába. Los Santos Radio, most 30 FPS-ig van, becsüljük meg, szeressük. Már ne, már 27 van. Jaj, de nem szeretem ezeket utakon, amikor középen ilyen hülyeség honnan. Jaj, Jizzi klubja! Egy piros. Kidoblak, mint izé, Jizzit kidobták itt gyerekkorában. Kéri ezt így? Jaj, ezt nem szeretem. Júj, ennek majdnem neki mentünk. De még busz megálló is van egy Jizzi klubja környékén, hogy tudjátok, jobban tudják fuvorozni a lányokat. Jaj, de nézzétek már, hogy néz ki ez a szerelő. Az már egyből rossz. Na, gyerünk. Haladunk, úgy tudom 10 szintes csak. Úgyhogy jó. Kendő. Valahol itten hülyéskedett Cézar, gyerünk fel a dombon, tesó! Hát, hogy felmegyünk. Ja, de még nem hülyéskedett, mert nem csináltam meg ezt a küldetést. Ja, két érzne ugorjunk be egy kis nővéri örömlány nem kell? Na. Tiririri, nézd, hidrolikázik, oh! Battery point, nál. Az is Jizzi klubja környékén van, nagyon jó. Itt a stricim, véged van! Félek! Jó estét! Szeretne a Carl Johnson Company cégnél dolgozni? Jöjjön ő is! A címünk San Fierro CloudGarage.27. Jöjjön ide! Jaj, bocsánat, dugót kell... Dugó! Kurva seggébe kéne, dugó! Nem tudok felvenni, gyereke! Told már meg! Szállj meg, azt told már meg! Hát nem igaz! Jók ezek a San Fierro-i dombok, de... Ön is szeretne a Carl Johnson Company-nél dolgozni? Hígjon fel! Kendülnél lehet ezért úgy érdeklődni. Mit akartam? Szeretem én ezeket... Mi? Katie-hez kell menni? Ez Katie-nek a ura vagy, mi a jó Isten? Na! Katie, hello-ban jövök! Este jövök! Na mindjárt este lesz, most látom. Jajaj, így lásd el annak a vázának a baját. Menjünk! Nehéz ennek a irányítása, majd olyan, hogy a quad. És szegény Katarina jutott ezenbe. Ő is szívesen dolgozna a Carl Johnson Company-nél. Cégén. Jaj, ez a szám. Azt is le kell fényképezni a szalaghajót. Hogy 99-re tudják forgatni, arról mintázzák ugye a Titanicot. Jaj, ezt el kell ütni. Na, menjünk már! Easyrider, Lowrider! Jó, nem kell egy mentő mellény? Mindig megment a pácból, de ebből nem. Jaj, ott volt Mr. Sheriff. Vigyázzuk. Igazából még Szilveszterőt meg akartam csinálni a mentős küldetést, meg a rendőrös, de hát így nem lesz ebből semmi. Ne szórakozzunk már, azt még nekem felmegy a körözésem. Előbb ott mentél motorra, sehol semmi sem volt, akkor ne beszélj nekem semmit. Na.
Te veszélyesek, ez a Jizzy ebbere volt, nagyon veszélyes dolgot. Szállj már be, te nyomod. Itt vagyok, hello. Hello. Na, karindjálok itt össze a dombom, majd kivágja le a füvet. Ez igen. Na ebből, ez a izé, ez a alul, nem tudom mi ez, hátul ez a, mi ez? Ez került 3000 valamennyi, úgyhogy ennyit ér. Jaj, már megint rossz remélyek. Istenem, hello Jizzikém! Nem, barátok vagyunk, mert mi ugye jó barátok vagyunk. A kislányom! Mert valaki ott kiabál, meg csodálkozom, nem lőtték le hangtompítósra embert. Hát igen, ilyen egy igazi apa. Aki még mindig a 70-es években azt hiszi, hogy 5 éves a kislány. Hát nem, a kislány már egy happy girl. Hát mindenkinek meg volt az izéje a választása. Uralatjá, hösz, vissza, kalindjálok itt, hösz, na. Azt itt amúgy nem azért a két forinté, de itt hol kúrtok? Fatetejé, vagy mi a jó isten, na mindegy. Bementek itt Katie-hez, de úgy látszik, hogy Katie ura nem, nincs megelégedve, na mindegy, ennyi volt, vége a dalnak, happy birthday. Nekem nem kell a pénz, de hogy nem, csak meg ne lássam Katie minket. Thank you bátyám. Hello, szállj be! Lehet így is, hopp! Carlton magaslat, na, Carlton, majdnem olyan, mint a Colgate, de hát ez egyáltalán nem olyan, de jó a szíveség, hogy meg Carlton Colgate, uralatját. Milyen volt, hány, 20 centi, Bölgyöszél, úgy látom, bemegyünk már buzzi területére, azt hiszem buzzinak is kell egy kis pátyolgatás. De jaj, ez nem tetszik ez a gangstazó is ember, állj, ez baj lesz. Na, jó felmegy a stricizés szint. Szerintem ennek a mellékültésnek van a legértelmetlenebb ajándéka, ugyanis az ajándék, hogy ha kurvázunk, akkor ők fizetnek nekik. Hát, de hát, Isten, ha hányszor? Én nem csináltam ilyet, sose nem. Ennek semmi értelme. Akkor kérdezhetnétek, hogy miért csinálom? Hát egy. A pénzért ugye? Kettő. Hogy én legyek a legnagyobb strici a városban. Na, már egyben belementetek a fáról? No, elpárolgott már ember is. Megy hazafele az édesanyjához. Na, megint megyünk a Juniper dombhoz. Parkhoz. Oké. Itt van a kuncsaft. Hol? Hol csomagtartó? Megkeresünk? Hol van? Ha? Anya. Everybody thank you. Na! Tudsz az enni motor is? Jó van. Eddig három kerekű biciklivel látok. Hello! De egy kicsit megkarcolódott. Te fizeted ki ezt is. Hülyegúra. Jaj, begorombul. Na, mi van? Támad a sárgaláz. Jaj, Ryder. Oh, sunshine! Igen, sunshine! De mit kell lefékezni a dombon? Miről gurulnál? Hülyen gyerek! Aj, de utána, amikor itt össze-vissza ütögetnek, két férfi elekszik. Sajnálom. A te időd itt lejárt. Kiestél. A való világban. Áh, lelőni a kurvát. Kérlek, hagyd el a területet. Egy percet van, hogy elhagyd. Ne fossál! Vagy izé, ne, most nem most legyen izé. Vérzésed. Everything. Itt a strici. Véged van! Jaj! Piros kicsi villamos! Azzal nem fakasz lefeküdni? Jaj! Itt van izé. A cégnek a igazgatója. Nagy buli volt. Ott hagyott azt, hogy kell egy kis kikapcsolódás. Már megint lásd el. Hello! A szellem villamos. Na, KDST mi megy? Jó lenne már Young Hurt. Hamarosan biztos az lesz Kero, Szalgas, vagy Számfiáróban nem. Valahol itt lakik Monk is. Nem tudom melyikben. Majdnem eltalált pár madár, lehet örömlány madár volt.
Ott is lehet, ugye Petikém? Most a... De amúgy ez... Olyan hőség, hogy megvárja, hogy ide érjek. Mint a rég elfutott volna. Jó, hát... Gangsterkám. Vagy gangsterkám, neked itt volt vége a való világnak. Jó, van 20 perc. Ez olyan hőség a GTA-ban, hogy van 20 másodpercet, van 20. Nem elég, nem mindegy, hogy hány másodpercen van, na. Aj, ezt úgy nem szerettem sose, egyikbe se. Szájmembe. Még úgy tudom, a Vice Stories-ban van ilyen... stresszizés küldetés. De ott még szarom, mert úgy tudom, ott még úgy... nem... még a kurvákat el is rabolják. Úgyhogy még lövöldözni ott, mert minden szar... nem az én világom! Azt kéne, hogy felboruljunk. Jaj, de nem szeretem ezt a szám. Na, úgy mondtam, hogy a kínai negyedben is vagyunk. Na. ANTS, bezáratta a boltot. Jó lesz egy kis kúró is. Na. Aj, de mindenki begorombul. Milyen város ez? Na. Nem becsülnek, nem tisztelnek. Mert azt hiszik, hogy Jizzy a kemény. Ő a strici. Nem, én vagyok a strici. Na, már megint éjszaka. Éjszaka kezdtük, éjszaka végzünk. Na ilyenkor szeretem én ezeket a San Pierro-i dombokat, mikor zúzunk lefele. Jújjúj, nem, ilyenkor már nem. Na. Ja nem, még megvan. Na már első... Mi az? Na mindegy, már na, jó van. Volt neked mindened. Vállalkozásod, céged, most így akarsz meghalni. Hát jó van, látjuk ám. Te akartad. Your choice. Jó, van, ma 20 másodpercet. Ah, ki lakik itt? Gobi Hilda. Nagyon ősi ház ez. Na. Radio X. Gyere már szállj, mert hogy nézel ki? Kész. Ho-ho-ho! Ho-ho! Ho-ho-ho! Na. Jó van. Lehet be kéne mutatnom nekem, nektek, hogy mi ez a... hogy ugye... milyen bónuszt adtak, de nem ez a kurvában. Na szállják ki fel azonnal. Például őve, ővele. Na, például ilyen izéket nem lehetett beadni. Nekem ilyeneket kell, ilyen gyújtosságokat? Szállj befele. Nem tetszik a kocsi, ilyen kocsi nincsen egyik, senki, semmelyik szabfiáróinak se. Na. Na, bazd meg. Bazd meg. Na. A cetert. Na, te biztos beszállsz. Persze. Na, Derek mit akarsz itt? Megbosztolod a benzinkutadat? Nem most kérni. Na, válaszok egy helyet. Esek, tanulmányozok. Jó lesz, elmegy szódába. Na, hol kéne, hát nem a barátunk helyén, ugye? Hello barát! Na, mindig meglátogatod. Lássatok, milyen kedves vagyok. Ha megöltem be, akkor csak segítek már neki utána. Napos idő, Zero-hoz megéne vinni. Na mindegy, inkább itt jó lesz. Ja, itt a Fradi Újpest izé, nem? Itt szerintem így nem látnak. Majd elmondok valami sérelmemet. Majd. Ezt a sérelmemet akartam mondani, mert én nem tudom, hogy itt a szállításban viccen kívül, hogy most hol kéne nekem megállni. Hogy legyen valami, mert mindig ez van. Hogy kiszáll a... páciens, kiszáll a páciens, azt... Nem mondja, GTA 4-ben bárhol izé, hát én. Nem azé, a két foliti. Na mindegy. Mondja, nem érdekel. 50 000. Kussoljál már! Na! Cézár. Kutyámat hív már a Cézárnak. Na. Lehet az itt, mikor Cézár izé... Megszületett Cézár. Lehet az itt, hogy kutya azt azért nevezték, hogy a Cézár. De a barátodnak is jó neve van, izé, már nem tudom nem érted, de mindig. Na, legközelebb akkor a mentősküldetést csinálom meg. Angel Pine-ba szerintem ott lenne ideális megcsinálni, ott csak egy kis faluba kell körözgetni, egy 15 perc alatt megvan, nem így a nagyvárosba. Úgyhogy szerintem legközelebb Angel Pine-ból jelentkezem. Úgyhogy akkor jó lesz, max életerőm lesz, mert ahogy láthattátok, egyáltalán nem megy fel nekem a max életerőm, egyszer ment valahogy a végigjátás során, köszönöm szépen azt is, az volt ajándék. Nem tudom, ki beszél most. Lehet jó lenne Katie-nek a...
ruhája, a mentős ruhája, amit ad, de hát én nem bízom fel 100%-a kapcsolatban. Hát nézzél, de már hány százalékon mondjuk 9%-a. Hát nevetség. Te neked nem kell nevetni. Mi van? Na, Gétanő voltam. De ezt sem tudtam megint elmondani. Gétanorvi voltam ma. A stricizés küldetése. Remélem tetszett. És tudjátok, ha kell ilyen, K. Johnson Cadbury kendőlé lehet jelentkezni. Sziasztok!